horgászverseny, trambulin, kézműves foglalkozás és tűzoltóautó is várta a gyerekeket az útkeresés segítő szolgálat rendezvényén. Idén ismét változatos programokat kínáltak a szünidejük utolsó napjait töltő gyerekek számára. Nagyon jól érzem magam. Én az egyik barátnőmmel egy szobában vagyunk, és ilyen pontokat lehet összegyűjteni, és 5 pont után lehet kapni egy ilyen zsákba macskát, vagy ajándékot, és 8-9 pontra meg táskát, meg benne lévő ilyen iskola dolgokat, ilyeneket. Én szereztem sokféle pontokat, voltam pecázni, mocsárjárásba, gólyalábozni, és még ezeket a megribönc ilyen dobozokat kellett eltalálni labdákkal. Azután várakoztam egy kicsit a arcfestékre, egy kicsit meguntam a várakozat, azután meguntam, és azután mentem ide ilyen kulcstartot csinálni. A gyerekek között voltak olyanok is, akik a szórakozás mellett a feladatok lebonyolításában is kivették szerepüket. Mi önkéntesként itt segítünk mindenféle előkészületekben, és én és az egyik barátnőm mi csillámtetkót csinálunk a gyerekeknek. Például sorverseny, és vannak különböző próbatételek, amiket meg például készítenek dolgokat, amiket teljesítenünk. Ilyen kézműves foglalkozás van. Először is a gyerekek kiválaszthatnak ilyen mintákat, és mi azt rárakjuk, ahova ő szeretné, bárhova, és akkor meg beragasztozzuk nekik, rászorjuk a csillámtetkót, és elkészült a csillámtetkó. A rendezvényt ismét családi napként szervezték meg, így a programok kialakításánál különös figyelmet fordítottak arra, hogy minden korosztály megtalálhassa a számára leginkább érdekes feladatokat. Próbálkozunk figyelni arra, hogy ha a családok így együtt érkeznek különböző életkorú gyerekekkel, akkor mindenki tudjon valamivel játszani. A nagyon pici gyerekeknek is helyeztünk ki eszközöket, a pici trambulinokat, ezeket a szivacsokat. És hát, mint lehetett látni, megérkeztek a tűzoltók is, őket gondoltuk már a nagyobb gyerekeknek, akik jobban érdeklődnek, már maga a tűzoltás, a tűzoltóautó az ő felszerelésük iránt. A gyerekek játékos vetélkedőn is összemérhették ügyességüket. A feladatok sikeres teljesítéséért a tanévkezdéshez szükséges ajándékcsomagokat kaphattak. Ezen a napon osztották szét az összegyűjtött tanszereket is, ezzel támogatva a rászoruló családok tanévkezdését. A nyárbúcsúztató gyereknappal nem ért véget az útkeresés segítő szolgálat tanévkezdési adománygyűjtő akciója. A felajánlásokat egész szeptemberben továbbra is várják itt az intézményben, kett kivételével minden hétköznap 8 és 16 óra között. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította.